Szeretettel köszöntök mindenkit most már így közösen is. Ezek hogy és a időben előbb is érkeztek, és ilyen szép változatos helyekről tisztelték meg ezt a programot, ami a Zöld Keresztény Jognak a szervezése. Ez egy részben teremtésvédelmi, részben ökumenikus, részben közéleti témákkal foglalkozó blog, ami eddig önkéntes formában működött, illetve működik. Ez első olyan kis projekt, ami már egy alapítványi támogatásban részesült, aminek a keretében néhány ilyen kerekasztal beszélgetést, illetve előadást, vagy pódiumbeszélgetést, vagy hasonlót szerveztünk már, illetve szervezünk még. A Zöld Keresztény Jognak a Facebook oldalán osztottuk meg az eddigieket, és a következőket is ott fogjuk megosztani. A hangfelvételt azért készítjük, ugye, mert az Ökopolis Alapítványnak a támogatásához erre is szükség van, illetve azért is, hogy a neten tovább terjedjen még a jó gyakorlat, eljusson sokakhoz az a fajta kertművelés, illetve az a fajta szemlélet, amit professzor úrtól, Gyulai Iván előadónktól tanulhatunk most, aki az Ökológiai Intézetnek vezető ökológusa, illetve Gömörszőrösön a fenntartható falunak is nevezett helyen él, és ott van egy olyan kertje, ahol nagyon sok jó tapasztalatot már begyűjtött, illetve máshol is tartott már bőven előadásokat is, és tovább is adta az értékes felismeréseit, illetve gyakorlati praktikáit. Az esnek a felépítéséről mondok még dióhéjban annyit, hogy előadással tervezünk, és utána lenne beszélgetés egy kicsit a témában, ami ugye fő címként fenntartható kertművelés és etikai kérdései. A cím kétféle változatban született, saját szakállamra, ha már megszabadultam tőle. Morális szót az etikaira változtattam. Nem lett sokkal jobb, annyit segített, hogy a Facebook eseményben éppen belefértem így a karakterszámolást röviden. Akkor köszönjük szeretettel Gyulai Iván tanárat, és köszönöm, hogy elvállalta az előadást, és lelkem az előadást megtartást. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok mindenkinek! Sok mindent ugye tudtam meg magamról a bemutatóról. Valaki elkezdi majd keresni a professzor címemet a neten, majd úgy járok, hogy nem találják a nagy doktorémat, meg ilyenek. Szóval csak így mondanám nekem ezt a címet, Farkas István adományoztat. Azóta elég nagy bajba vagyok ezzel. Civil zöldekében tisztelet egy professzornak. Köszönöm szépen. Ugye a címet kaptam, akkor is egy, tulajdonképpen meg is köszönöm, hogy legalább tudok egy kicsit a címről beszélni. Egyszer én is elkövettem ezt a hibát, hogy az egyik előadásomnak a kertművelés címet adtam, de akkor még nem üzötte meg a fülemet ez a szó. Ugye van művelünk, akkor művévé tesszük. És hát itt sajnos arról szól a történet, hogy a természetet tesszük művévé. És pontosan ez az, ami visszacsapkálni ezzel formában. Hát ugye etikai vagy morális kérdés, az etika a morál kerete. Nyilván a morál ugye az elfősül a konkrét parancsot is kell tenni. Nyilván is a kettőt tudom érinteni, nem az előadásban. A téziseim az az, hogy ugye, teremtő rendszer teremtett is, nem részeket csupán, és nem szerkezetet, hanem a szerkezet által harmóniát teremtett. Ugye, ennek az alapja, amit most nem fogok elmélelni, külön előadást lenni, úgy hívják, hogy szerkezetben megvalósuló irányítás. Vagyis a harmóniát ugye, a konzervatív és haladó mozzanatok, tehát a képvényes működtsága hozzá létre. A szerkezet működése által útmutatást adott az embernek, hogy hogyan bánjunk, hogyan sárkáljunk azokkal a javokkal, amiket rányújtunk. Tehát, mert akkor semmi más sem kellene tenni, megfigyelni azt, hogy a természet mit tesz, és azt pontosan utána lőtt. És a teremtő, semmit és senkit nem teremtett a mi buszantásunkra.
egyetlen egy évünket sem, még akkor is, hogyha ez néha úgy látszik. Bár arról van, hogy nem ismerünk fel azt, miért is van ennyi. És hát akkor végül is erre a talaj kímélő, talaj megújító kertkultúrának a teremtés alapjairól szeretnénk beszélni. Tehát, hogy ha megfigyeljük a teremtést, annak a törvényeit, és ezt meg tudjuk utálni, akkor a mai művelési gyakorlattal szemben talajkímélő és talajmegújító gazdálkodásunk folytatni. Néhány kérdést lennék fel, és válaszolnék is rá, ugye hogyan biztosítja a teremtés a talajvédelmet. Itt van ez a kép, minden ősszel, most éppen aktuális, itt a mérsékelt égőben, avarra fogja beporítani. Ugye, hogyha ezt megnézzük egy hektár mérsékelt égővi erdőben, ez egy-két tonna avar, és egy-öt tonna forradék évente. Ugyanígy természetesen a régitermelő természetes dolog, de az a vegetáció, amit ősszel elhagyott a talaj, és ott azt fogja ezt a takarót készíteni. Ugye, hogyha megnézzük a talaj szerkezetét, ez normálisan úgy néz ki, hogy tetején van egy úgynevezett talajszint, ezt a talajt az ószintnek nevezik, és ez a réteg a következő évben mindig elforrad, amikor az éppen akkor az évben lehúzó avar betegik. Akkor válik alkalmassá a forradásra, és amikor lehúzik azért nem fog elforradni, szerencsére, mert kiszárad és hiányzik a forradásnak ennek feltétele. És amikor már a következő évben eltakarja, a levél, akkor az előtti időkénynek elforgat. Ez azért egy egyszerű cse, mert így télen nyáron van egy olyan védőlépő a talajnak a felszínén, amely megakadályozza a talajnak a kopását, a kiszáradását, a tápanyagnak a kimozdulását, és még sokat áll. Ugye alatta, amikor ez elforgat, ezt magyarul úgy nevezünk, hogy forgat. És amikor pedig ez a kormány a talajban lévő élővilág segítségével összekeveredni a talajban lévő ásványi anyagokkal, akkor jön létre a úgynevezett telelény, amit mi ugye humusznak akkor állunk előni helytelenül. És hát ugye ez a réteg, ami a tulajdonképpen telelény réteg, ez az, amikor lefelé áramlók nedvesség kimossa a különböző tápanyagokat, és ezért ezt a szintet jövődik a kilódulási gond. Alatta pedig felhalmozza. Ugye itt lehet ezt látni, tehát a tetején van a davarszint, alatta van ez a bizonyos televény kilódulási gond, és alatta pedig, ahol ezek a kilódult anyagok felhalmozódnak. Ez azért nagyon fontos ezt az ábrát érteni, mert a mezőgazdaságnak az alapkérdése, hogy a talajt azért kell felszállítani és felásni, hogy azok a tápanyagok, amik ide kerültek a felhalmozási szintre, azokat fel kell hozni a növény gyökeréhez, a sekély gyökeréhez, a gabonákról beszélünk. Jelentően azok fel tudják azt mondani. Most a modern ember nem ismeri fel ezt az áldást. Következésképpen ugye ősszel nem betakarja a földet, nem kitakarja a földet. Magyarország területének a 48%-a szántóföldjel kivala. Tehát az ország területének ugye a fele az tér kitakaratlanul marad. Tehát azért mondtam, hogy a modern ember, mert hogy a nem modern ember nem így gondolkodott, hogy talán sokan ismerik a szent és a profánból ezt a indián idézetet, egy indián proféta, az Matilda törző származós mohalla nem volt hajlandó megüvelni a földet. Bűn mondta, valamennyiünk anyját szántásan megsérteni, vagy megvágni, felszakítani, vagy megkaparni, és hozzá tűzte, megüveljen a földet,
vegyek mondjuk egy kést, és anyám körébe törje, akkor nem benne oda többi halálok pillanatában. Ássak le, és vessen ki a köveket. Kivágjam a húsát, és fejtsen ki csontjait. Akkor többet nem adolhatok a testét, és nem születhetek újjá. Levágjam a füvet és a szélát, és adjam el, hogy meggazdagodjak. Tehát, ugye, más kultúrákban elég világosan másképp gondolkodnak erről, hogy ebben nem csak a bőrnek a tisztelete, ugye, bőr nagyon tisztelete benne, hanem egy bőrösség az a kapcsolatban. Ugye miért nem akarja levágni a nagy haját a füvet? Hát azért, mert a haj végig a fejed, ugye, mikroklimatikusan végig, végig a kiszállásról, és majd az lesz az a tápláló, ami visszahúz a föld, és meg fogja a földet újítani. A levágás elmeszemben, akkor ugye mit ezek a várások, ezek már nem veszem volna. Ez a föld szántása, ezt nem akarom tovább taglalni, majd itt, tehát a mezőgazdaság tudatának ezt négy tételben próbálok tudni, hogy miért is kell a főzőkről számítani. Hát, hogyha ezeket elolvassuk, akkor ugye az első tételben a probléma az, hogy kutyarok beszélni. Tehát, hogyha egyszer valakit főszámított a találkozás főzőt, akkor ő okozta azt a problémát. Amit majd egy újabb szemtás, vagy egy újabb szemtás. Nem ez itt a természetesen idejű óráig. Talajjavítása, amit az előtt mondtam, hogy föl kell hozni az ódának tápanyagot, kimosítását. Hát először is a tápanyag kimosítása attól lett intenzív, hogy a könnyed áramlatállását is feltárjuk, és ezzel az a bizonyos ószintet, ugye az alapszintet befordítjuk a talajba. Tehát védelem nélkül marad a talaj, a tápanyag kimosításnak az intenzív. Megint valamit, amit kiakozunk, és egyébként pedig ugye az, ami természetes körülbelül kibosulás történik, az pedig majd a később időben fogok láthatni, hogy arról bizony megcsinálok a lábban lévő élet gondoskodik. Szóval a növényi maradványok drágyát kémiai anyagok talajra juttatása semmit nem kell talajra juttatni, mert abban minden benne van, de az csak akkor fog elérhető válni a természetes lövő tápláló során, hogy a talajban élet is van. És hát a gyomokírtás keretében ez a legnevetségesebb, egyébként arra, hogy a gyomokat éppen a talajnak állandó felsengésével hozzuk magunkra, de majd erről beszélünk fog. A talaj szántása, a forgatása, megremeljük a talajnak a megújulását. Két alapvető problémát szeretnék felhozni. Az egyik a talajnak a mennyiségű pusztulása. Tehát ha a talaj elégül a bizonyos ószín nélkül, avasztín nélkül marad, akkor a talaj az állandóan pusztul fizikailag. Ugye most van 1,6 milliárd hektár szántott terület ezen a földön, és eddig elműveltük ennek a talajnak 80%-át. 1550-ig elműveltük a felét, körülbelül 2000 éve támadja az ember lassan a főzettel, a forgatja, és egyre rafináltabb technikákkal, egyre nagyobb erőművekkel, és nem akadály művelése ezekkel az erőművekkel. Most ez a mennyiség csökkenés odáig vezetett, hogy John Crawford, Ausztrál talajzás professzor szerint a kezdetét is vizsgálta. Szerintem épp 60 évig áll rendelkezés az ember számára termelt talaj, amiből is a területeket. A másik probléma az a talaj minőségi pusztulása. A minőségi pusztulás a talaj élővilágával függ össze. Ugye a talaj van, itt nálunk mérsékelt égőről megint csak az a derbe, amiből az mindig szól. Ugye valaki oda kimegy, egy hektár terület becsöves mélységben megbolygat, onnan kiszed minden parányon,
baktéri gombát. Legkisebbtől a nagyobb, már a királyért, mindegy, akkor 15-től 35 tonnáig fog életet élni. Ez egy állandóan bolygatott szárkózítás a talajba 2-4 tonnát esetleg. És a probléma innen származik, tudni, 2-4 tonna élet az nem tudja biztosítani a növényeket, a természetes táplálását. Ezért nekünk mesterségesen kell ma táplálni a növényt táplálni. Ugye miért jó, hogyha betakarjuk, mert azért jó, hogy betakarjuk, mert takarod, megérdi a mechanikai kutatást, megérdi a kizárást, megérdi a fertőzést, megérdi az internet, tehát megkültőzést, megérdi a szélvődés, napi bőrösséget kutatásoktól. Ugye, és ez a takarod, ami forrad, táplálékot ad a talajban lévő életnek. Fenntartja az életnek a mennyiségét és minőségét. És ugye önálló telemény létezik ki. Az önálló telemény létezik azért fontos a talajban, mert minden történés, ami a természeti növénytáplálással kapcsolatos, az ebben a létezik történik meg. Amilyet beforgatjuk a talajba, ázsásra szentesre, akkor onnantól kezdve a talajnak humusz tartalmára beszélünk, de nem nincs tovább önálló telemény szintű, ugye mit vagy nincs. Sem forra, és felette ez bizonyos alapszint is hiányzni fog. Ugye hogyan biztosítja a teremtés, tápanyag ellátást? Tehát ahogy mondtam, minden tápelem rendelkezésnél, de ahhoz, hogy a tápelem. Ahhoz, hogy a növények fel tudja venni, ugye elemi állapotban nem tudja felvenni, ahhoz oldatba kell vinni ezeket. Ezeknek az oldalba vitelünk, hogy a szerves anyagoknak a lebontását végig a talajba fó, bizonyos baktériumok, mennyiségileg és számosságnak tekintve is, ismeretlen mennyiségben. Ez a munkát, ugye baktériumok végig el, ugyanakkor a gombák, a gombafalak azok, bombák, akik az így elkészített tápolatokat sejtszintre beszállítják. Ugye ez egy három oldalú tripartit szimbiózis, ami fennáll a növény, a baktériumok és ezek között a bizonyos mikrobombák között. Nem kell mesterségesen mikrobombák, nem kell mesterségesen foszfor. Körülbelül terhelés, pocsékolás, mikrométikus felborítása, fosztatikus felborítása. És még ugye nagyon jól csináljuk, nagyon jól, akkor is 50% alatt van a hasznosítása a mikrométikusnál, a fosztatban van 8%. Teljesen idióta, fölösleges dolog azért, mert a szervezetek pótlás az elhaló élet biztosítja. Ugye a teremtés elvenni mondható, ha mindenki mindig élve maradna, akkor az életnek nem lenne ki táplálja. Az életet a halál táplálja. Ez a helyzet. És hát akkor itt bemehetünk érdekesebb részletbe, hogy ez a bizonyos rizomán, ami tulajdonképpen a gyökérnek, a növény gyökerének a felszíne, erre választ ki a növény bizonyos műtőjének. És ebben a nyárban válaszza ki a szénhidrátot, a aminosavakat, a különböző szerves savakat, amelyek kolonizálják a talajban a gyökér közöttében lévő segítő szintjont a baktériumokat és gombákat, és kolonizálja, oda gyűjti magába. A gyökér ez biztosítja a védelmet, a szárazságot, biztosítja a védelmet, a patogénokat, antioxidánsokat, termelni például a talajban. Ugye a mikroorganizmusok szép hagyatok a parányi, a mikroorganizmusok végzik el, hogy ezeket a szerves anyagokat, amik vírusvilágban vannak,
ahogy mondtam, felvehetővé tegyék, ne csak bármilyen azok a nem kell hozzá műtelen, nem kell hozzá foszfor, mesterségesen. Most ugye ez a folyamat a mizoszférában négyszer gyorsabban megy végbe, mint mondjuk két nevű gyökeret alkalmasít azért, mert abból a térből a növény kolonizálta ezeket a felolgókat végülő parányokat. Maga a légzőt csukkodó asszony. Tehát itt még nagyon hosszan lehetne sorolni aktivizmus szerepét, ugye a nem színűek is nitrogénköt és szükséges nitrogének 10-20%-át tudják kötni, úgy aztán a gyökérből képző nitrogén nyitő baktériumok, vagy mások társaságok, azokat nem is említenek. És hát ezek olyan növekedések, amelyek a termetek, amik aztán stimulálják ide a gyökereknek és a marszág gyökereknek a képződését. És hát ezért van az, hogy egy ilyen természetes talajtörvény, de talán kihívjuk, hogy előttünk, ne tudjuk, hanem muszáj, stb. Akkor láthatjuk, hogy milyen szépen gyökérrel elvált. Hát ilyen vigonyított idő is előtti, többek között előtt említettem a hosszú nemes felvehetőségét. Itt 50%-kal jobb, hogyha ezek a vigonyizák is közülünk. Stressztűr és víztány, szárazság, hideg, talajszerkezeti javulás, ezek a mikrohizák, a finom vonalak, összekötik, úgy, hogy a belemben a tagóba, a talaj belemben, a belemben is a hálóba. Ettől véd az erózió ellen, ugye helyreállítja a talaj életközösségét, növel a betegségekkel, szembeni ellen. Mikor egy ilyen beállt régóta működő kedve, ez, hogy mondjuk a fitoktóra ismeretlen is részben kell állandóan távol tartani. De hogyan biztosítja a teretét az alkalmazás, mert ezt tetszett látni, akár tetszik nekem, akár nem, de természetes körülmények a védő is megoldhat. Akkor is mondták, hogy megfúzódás, hogy talajt, ezt igen, az tényleg forgatni kell, csak hogy a mesterséges talajfogadás is teljesen fontos. A helyes mérték az, amit az élőlényi biztosítja. Most minden élőlényt tett mondjuk tovább. Minden élőlénynek a talajfogadás az a említett 15-35-ban élet, az részt vesz a talajnak a mutatásában. Ugye a növényeknek a gyökerei a talajfogadó emlősöknek a járatai, fődővíztalat is mindenki más, menjünk tovább. Ez itt van ez a jégsepletet. Ha teszek át, hogy amikor nő a gyökere, akkor maga körül össze fogja préselni a talaj. És hát egyébként ugye ez a, már csak megint mondom, a bölcsességet, azt a bizonyos önszabályozást, hogy nem tud a végtelenség így jönni. Ugye ahogy összemegy a maga körül, a levegő kiindul belőle. Az aljéró dinamikát, hogy a mérő dinamikával, és a saját megnevezetését állítja. Ezért nem lehet ilyen erősek, hiába tovább egy után fokozott termés. Nem tudja, már csak emiatt is, hogy mindig benne van, hogy erre visszavesszük. És nem lehet a végtelenség fokozni. Na de amikor ez a rettűzés erő, vagy elhalt, akkor ott maradnak azok, amik a másik kötelezett. Ami mi fog történni? A talaj gravitációsan fogja betölteni felülről ezt a üreget. És akkor ami fent volt, hogy lekerül. És aztán majd jönnek mások, amik meg nem tartottak. Tovább. Ez a legjobb fő nyitás, hogy a főségi vissza, külön előadást érdemelni, egy estét. Milyen segítség, amit csak elmondani fog, hogy nagyon szemben előttek ki a gyűrűség. A főlégét nem mi ismerjük az előzőképpen, hogy függőleg is a más. De van a rövid vízintesítását. A
függelegesen vízítésen ásunk, főzítésen, a főzben. Van egy harmadik csoport, aki nem ér a főzbe, hanem a fő feletti fordulója, ezek a tárgyalók. Ezek a vízítésen, hogy nem főzítésen. Most ez a függelegesen ásoló szár, ez, hogyha egy hektárban van belőle, ugye 74-ben a négyzetméter, az egy hektáron a tömege 1,35 tonna gyógyítást hoz. És ez évente 40,5 tonna termék, ez felel meg a fogalmának, produkál a számítás. Így Európában. Az ember 17,000 csapat kutítja a termék, amelyik megújulja. Itt van egy teremtmény, hogy ingyen, ugye, az embernek szolgáltat. Ingyen. Nem semmi kell. Egyetlen kérésre van, hogy önülésre. Ez az egyetlen kérésre. Mert hogy ő ugye télen, nyáron látott, tavasszal, ősszel akkor jártával. Mit csinál? Beugrálja az elvált a levél az leült a fáról, nem tudjuk a sütőn, illetve a fának a tulajdonra, másrészt a főig ülít a fogja felhasználni a járatait. Akár még egy jóval összes lefelük is megtudjuk. Ősszel a falat, térdig járunk benne, tavasszal még se tudunk egyetlen egy levelet se látni. Nem azért, mert elkorítanak, azért a tűzben ülít a járatát, abban. Természetben senki nem lehet a Jóisten egyetlen. Tehát ennek a neki is adott segítséget, vagy nekünk segítséget adott a főügyminisztert. Ugye az ő segítsége az, hogy amikor ő járkál, a járkál, lesz, és neki ezt sikosan kell tartani, hogy a súlyú meg tud megélni. De a lényeg az, hogy ráknyomban járkál testéről, erre a járkál. És ellen a járkon élnek korhasztó baktériumok is. Csak hogy behúzza ezt a levelet, öncsáról semmit nem fogja ezeket a gondjára. És ezek elvégzik a forrasztási munkát, ugye mint amikor természetes külügyi forra keletkezik, ugye akkor bekefeled a levelet. Ugye amikor ő karban tartja a járatait, akkor a belépő bekerülnek talált is a kétetársára, és ezzel keverje össze ezt a forrát, és így keletkezik ez a bizonyos terület. Na most, ugye az őrülnéke, amit így hívjuk, ugye, tegyük megkérni, összefüggő, hogy hatalmat van benne. Egyen utána ez ott van, ő megcsinálta, ott van a tárgyalat utána utas. Mindjárt nem érjük szemben. De nem kell, hanem mit csinálunk, ugye, itt van. Elpusztítjuk gyakorlatilag cserélyeszerket kívánni, városi emberek, hogy akár egyben vágjuk le. Ugye a következő fogáltal, aki szintén szolgáltat, az én fogáltat, az új fogáltat, az új fogáltat, vilégyen ér, közelik a gondolat, hogy muszáj, hogy most ilyen kora, akkor tettek a fogáltat, ottan van ez a valóban így hatány. Most ez az én legjobb készítő felvétel, az én tavalyom, hogy ne én kavicsal feladattam. És hát nem lehet, hogy átszételem, hogy ezt már sokan megpróbáltam, hogy senki sem sikerült. Viszont ez a magára, ez egy néhány tisztetve fogás alatt ás, ugye jó tűzött, hogy 15 cm nézünk a gyerekfüggőgyújtás, végig csinál kis látosság. Apa pedig a galét megfüggő. És ugye beletörve a fejét, ami majd aztán következő fogáltára a bölcsődik. És tessék megnézni, hogy most jön a következő kép, egy néhány perc lefogás alatt megépítani, és beletöltött el van egy. Meg kell beállítani, meg kell beszállítani. Ez a kellőre, amikor kell, és akkor kell. Ez a bogár elvon. Na most hát ő látványosan van, ugye ismerjük őt, megismerjük a talacsimajtót, de leáll meg őket nem ismerünk, ugye ahogy hátra fogalakról beszélünk, tömegen csak ilyen picikét, nem nézünk semmit, nem bújja, nem bújja.
számítani. Tehát a lényeg az, hogy modern emberek. Ugye a tevékenységet, a törvényveszi előtt a szervezetet, az általuk fenntartott kultúrák, és életképtelenné teszi ezáltal a tervet, hogy megakadályozza annak az